Ulitka, Robert, Berceli plébáni kormányzó a vendégem. Szeretettel köszöntelek, Robi atyait, nálunk. Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves nézőket is. A nézőknek mondom, hogy mi már azért <coughs> ismerjük egymást egy ideje, és összetegeződtünk, ezért van az, hogy most így fog folyni a beszélgetés. Abból az alkalomból hívtunk meg, hogy hamarosan közeleg, most vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság ünnepe, vasárnapja, de mielőtt ennek a történelmi vallási hátterét megnéznénk, beszélhetnénk egy picit arról, hogy mit jelent ma, 2019-ben az irgalmasság. A húsvéti hét, az ugye húsvét vasárnappal kezdődött, és ezt a hetet, amin most vagyunk, az fényes hétnek nevezzük, és ennek a fényes hétnek a zárásaként jelenik meg az Isten irgalmasság vasárnapja. De úgy gondolom, hogy tényleg ez a szó is már sokak számára egy kicsikét kérdőjereket vett fel, hogy mit is jelent az, hogy irgalmasnak lenni. Mert vannak ezek a népmesék, amikben még ugye a, a király irgalmat gyakorolhatott, úgymond megkegyelmezhetett valakinek, vagy irgalmasak lehetünk a gyakorlati életünkben. És úgy gondolom, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a, a gyakorlása által is lehet ehhez a fogalomhoz közeledni, tehát tényleg néha ezek a alapfogalmak is hiányoznak. Például, hogy húsvét sem egyértelmű mindenkinek. Például, aki nem a Bónum tévét nézi, az nem tudja, hogy ez a feltámadás ünnepe, és éppen ezért az irgalmasságot is sokan talán megkérdőjelezik, hogy az mi is. Ugye a latin misericordia kifejezés, ez a, a irgalomra nyitott szív megjelenítése, amely köthető történelmileg oda is, hogy Szent Faustina nővér, úgy rajzolt, ábrázolt a Jézust, az irgalmas Jézus festményen, hogy látható rajta Jézusnak az átszúrt oldala, illetve az átszúrt szíve, és ennek következtében tényleg meg van nyitva a szíve Jézusnak az emberek irányába. És ugyanakkor azzal is találkozunk, hogy nekünk is meg kell nyitni a szívünket a másik ember irányába is. És ez Azért is kell talán ezzel az irgalmassággal foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy talán nem mondjuk elégszer, hogy az irgalmasság az nem fakultatív, tehát ilyen szabadon választható opciója a keresztény embernek. Az irgalomra meghív bennünket Jézus, hogy ő, aki maga is irgalmas, tanít bennünket, hogy mi magunk is irgalmasak legyünk fele barátainkhoz. Hogyan tudunk irgalmasnak lenni a fele barátaink felé? Hogyan kell forduljunk ilyenkor? Az irgalmasságnak a testi és lelki cselekedeteit azt már egészen általános iskolában tanítjuk. Most uh, nyilván ahhoz egy kicsit rövid az idő, hogy most végigmenjünk mind a 17 test- és lelki cselekedetem. Azért ezekkel találkozunk, hogy, hogy sajnos, hogyha így egyenként meg elkezdjük vizsgálni, akkor az a világ, amely körülöttünk van, kicsit elfelejtette az irgalmasságot tehát hogy éhezőknek ételt adni, sokkal inkább ez most úgy jön elő, hogy kukába dobják azt az ételt, vagy megsemmisítik, vagy kutyának adják, vagy valamilyen ilyen célokra szállják azt az ételt, amit például mondjuk pékségek, vagy gyors éttermek, vagy étteremláncok egyébként nem tudnak eladni. Például ezt is elfelejtik sokan, hogy éhezőknek ételt adni. Már ez az első a kis hogyan lehet ezt átadni? Egy kicsit gondolom gyerekesebb formába, vagy, vagy hogy ők is megértsék, hogy igen, mennyire fontos ez a 17 pont. Tehát, hogy az írgalmasságnak a testi és lelki cselekedetei, ezek azért válnak hangsúlyossá, mert hogy ezek átolelik a mindennapi életünket, illetve az életünkben jelenlévő nyitottságot, szeretetet azok irányába, akik nem közvetlenül mondjuk a hozzátartozóink, de egyébként most már azt is tanítani kell, hogy akár a hozzátartozók, vagy barátok irányába is. Tehát, hogy például mondjuk szomjazónak italt adni, éhezőnek ételt adni, vagy betegeket látogatni, ezt nagyon jól tudom, hogy tehát a Bónum TV-t is sokan nézik, például mondjuk az én településeimről is, akik otthon vannak és betegek. És akik már úgymond csak imádkozni tudnak, vagy napközben lehet, hogy esznek, csak meg éppen a televíziót nézik. És hogy például mondjuk az ő számukra mennyire meghatározó az, hogy az ő gyermekeik, akik tanultak hittant, valóban gyakorolják az irgalmasság azon cselekedetét, hogy a betegeket látogatni. Vagy azzal is találkozunk, hogy tehát idősek esetében nem mindig jelenik meg akár az, hogy tudnak róla gondoskodni a gyermekük vagy az unokák. És ez nem feltétlenül csak abból a szempontból jelenik meg, hogy ők szívtelenek lennének, hanem sokszor talán éppen a, a munkahely, az időbeosztás nem teszi ezt lehetővé. És amikor egy hittanosoknak is próbáljuk ezt továbbadni, akkor gyakorlatilag ugyanaz a módszer, mint ahogy ezt a, a felnőttek felé visszük oda mert sok esetben a felnőttek is elfelejtik, hogy, hogy ez nekünk kötelességünk. De kötelességünk közé tartozik mondjuk a, a, testi cselekedetek szempontjából az is, ami, ami kicsikét már nagyobb kihívás például mondjuk, hogy a börtönben lévőket is meglátogatni. Számomra kedves szent például Domboszkó Szent János, és ő is beszámolt róla, hogy neki nagyon nyomasztó volt, amikor börtönbe kellett elmenni. Ugyanakkor, hogy ezt egy kicsit átvitt értelemben, nagyobb távlatban, nagyobb perspektívában nézzük, a börtön az most napjainkban lehet munkamánia, alkoholbetegségnek a börtöne, a bűnökben való börtönbezártság, és hogy konkrétan őket is látogatni, kimozdítani abból a helyzetből, amiben sokan magukat zárják az emberek. De akár ez a magukba zárkózás, ez tényleg más szenvedélybetegségek is lehetnek. Például most nem annyira ö, akarok messzire menni, egyre inkább találkozunk társadalmi szinten azzal a problémával is, hogy például sokszor a, a családok, akár fiatalok, vagy fiatal felnőttek, vagy akár a középkorosztály is, mondjuk a telefonba zárja magát. Tehát, hogy éppen most a húsvéti ebédre kellene, meg egymásra kellene figyelni, de ehelyett akkor, hú, most akkor Twitteren miért? Mi Jó esetben azt nézik, hogy mit írt a Szent Atya, de inkább az, Igen. ami az ő üzenő falukon szerepel. És a, a testi cselekedetek mellett ott vannak a lelki cselekedetek. Tehát, hogy a bűnösöket például meginteni. Ez is már egy igen érdekes kihívás, mert ö, sokszor azzal találkozunk, hogy talán társadalmi szinten is rögzült az, hogy a bűnösöknek nem merünk szólni, Jaj, mert mi történik akkor. Például, mondjuk nekem észre szokták venni, hogyha én közrekedek, mondjuk gépjárművel is, akkor, hogyha valakinél észreveszem, hogy a kressz szabálya ellen vét, akkor bizony használom a hangjelzést, mert hogy ezzel ő baleset, veszélyes helyzetet idéz elő, illetve megintem őt, hogy, hogy legközelebb ezt ne tegye. Igen, ez is fajta valami figyelemfelhívás. És akkor így jutunk el az irgalmasság vasárnapjáig. Ez Pont azért lett szentelve, hogy egy kicsit a hívek figyelmét arra irányítsuk, hogy a fele barátaikról sem feledkezzenek meg. Tehát ez egy ez úgy keletű ünnep a katolikus egyházban. Igen, ez csak 2000. április 30-a óta rendelte el, még, má, még Szent Második János Pál pápa, hogy legyen ez az ünnep. Tehát nem egy ilyen több évszázados ünnepről beszélünk, mint a húsvét ünnepe, Egyéb iránt a, a, az evangélium az tényleg az irgalmasságot próbálja közelebb hozni hozzánk, de úgy összességében úgy gondolom, hogy az irgalmasság vasárnapja az azért is lett ünnepé, mert hogy ott volt mögötte a Szent Faustinának az irgalmassághoz való fordulása, és az, hogy fölhívja a figyelmünket arra, hogy igenis az irgalmasság az valamilyen módon a mi szívünket is megnyitja. És ez, ez, a megnyílás, ez kettős, ugyanúgy, mint Jézus szívénél. Tehát, hogy egyrészt megnyitja úgy, hogy valóban nyitottak legyünk arra, hogy a szeretetet, szeretettel befogadjuk a másik embert, a szeretetet mi magunk is befogadjuk, de úgy is megnyitja a szívünket, hogy az valahol érezhető legyen a mi számunkra. Hogy mond egy kicsikét fájjon. Tehát a, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a gyakorlása nem mindig kellemes. Például mondjuk a testi cselekedetek között ott van a halottakat eltemetni. De ez nem kellemes gyászolni, senkinek sem kellemes. Vagy például mondjuk a, a lelki cselekedetek között, hogy a, az a tudatlanokat tanítani. Hát mondjuk, a, ha valaki, mondjuk okos diákokkal szeretnek a tanárok nagyon foglalkozni, mert őket úgy tényleg nagyon sok versenyre lehet vinni, sikerélmény, de tényleg a tudatlanoknak is oda kell tudni vinni, hogy, hogy igen, itt van egy vasárnap, az egyházi évben van egy olyan vasárnap, amikor erre figyelünk, hogy tudunk-e irgalmasok lenni egymás iránt, azok iránt, akiket korábban nem vettünk észre. Tehát akik például mondjuk éheznek, de addig nem vettük észre, hogy éheznek. Hogy például mondjuk így a, a ugye a kérdésben is elhangzott, hogy a notre dame kapcsolatban, hogy egy hét leforgás alatt mintegy 1,1 milliárd euró gyűlt össze, a Notre Dame-nak a felújítására, és ugyanakkor ez most nyilván egy nemzetnek az identitását is érinti. Tehát Franciaország számára az olyan, mint a mi parlamentünk. Úgy gondolom nem lenne kérdéses, hogy a parlament teteje leégne, akkor mi is újjá akarnánk képíteni. És ugyanúgy ott is a francia állam tulajdonában van, mint nekünk a parlament, de ugyanakkor sokan talán elfelejtik, hogy mennyi éhező van a világon, hogy a mai napon is a statisztikák szerint 24 ezer gyermek hal éhen. És hogyha ez a vasárnap nem lenne, akkor talán ezt is elfelejtenénk. De ugye ezt közel kell vinni a hívekhez, hogy igenis vannak éhezők. Lehet, hogy nem itt vannak a szomszédban, lehet, hogy nehezebb őket elérni, sokkal nehezebb, mert nem biztos, hogy a közelben vannak, de az is lehet, hogy ott vannak éhezők akár a közvetlen környezetünkben, és akkor nem vesszük észre őket. Én erre úgy tekintek, mint a, a, szeretet vagy a szerelem ünnepén is, ami sokan mondják, hogy hát nem csak egy nap kell ezt ünnepelni. Tehát ez, erre is szerintem egy keresztény ember odafigyel a mindennapjai során. De miért fontos ezt mégis hangsúlyozni a húsvét után, utáni vasárnapon? Feltétlenül az irgalmasság nélkül úgy gondolom, hogy a keresztény identitásunk is kicsit megkérdőjeleződik. Tehát ha nem gyakoroljuk ezeket a cselekedeteket nap mint nap, vagy ezek kiesnek, ami minden nap életünkből, például mondjuk a tévegüknek jó tanácsot adni, vagy a szomorúakat megvigasztalni. Ha a szomorú mellett én képes vagyok arra, hogy úgy megyek el, hogy jó, hát most szomorú, de akkor én most ö, nem akarom őt felvidítani, hanem jó, hát a szomorú vagy, akkor, akkor valahogy szakítsd meg a szomorúságot. Tehát nem beszélem őt rá, hogy még szomorúbb legyen. Tehát, hogy ez nyilván mindennapi részünk, mindennapi életünk része és azért emeli ki az egyházunk, pláne így a húsvéti időszakban, hogy tudja kapcsolni a mi keresztény örömünkhöz. Tehát, hogy nekünk az irgalmasság az nem egy ilyen kényszerű, keserű pirula. Tehát, hogy sokan gondolkoznak így róla, hogy fuhát jót tenni az olyan, hát az valahol nyilván Jézusnak is fáj, hogy meg kellett nyitni a szíve. Ez neki nem egy keserű pirula. Nyilván kehely, amit ki kell innia, de azt ő szeretetből adja az egész húsvéti misztériumot, a szenvedését is szeretetből adja. És úgy gondolom, mi is akkor vagyunk jól irgalmasak, hogyha mi is szeretetből tudjuk az irgalmasság test és lelki cselekedeteit gyakorolni, hogyha szeretetből vagyunk irgalmasak. Na, ez egy nagy csapda lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát akkor most ez most úgy olyan reklámozott dolog, hogy akkor most megtanítjuk a, a buta gyerekeket, tehát a, a lelki cselekedetek között, és akkor ez most reklámozva van, de nem, ez akkor is, hogyha senki nem látja, akkor is, hogyha csak én vagyok ott, meg a másik, akkor is az én szeretetemről szól. És úgy gondolom, hogy nagyon jól látta Szent II. János Pál pápa, hogy most már a szeretetet ilyen alapvető dolgokban is tanítani kell. Említetted a beszélgetés során Faustina nővért, ő egy Lengyelországban született testvér volt, és nagyon rövid ideig, 33 évig élt, és mégis a, az élete, a munkássága eljutott Szent II. János Pál pápáig, aki majd, tehát annak idején boldog el majd szentélyavatta, és valahogy eljutunk az ő révén az irgalmaság vasárnapjáig. Tehát Faustina nővérnek mi szerepe volt abban, hogy mi most az irgalomra fogunk gondolni vasárnap? Hogyha a Faustina nővérnek a lelki naplóját ö, olvassuk, akkor abban többször találkozunk azokkal a kihívásokkal, nehézségekkel, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunknak kihívás, hogy a hétköznapoknak a, a, a mindennapjaiban, egyszerűségében hogyan tudjuk megélni helyesen a szeretetet, az irgalmasságot. Tehát például mondjuk abban, hogy, hogy valaki nem szimpatikus, és ennek ellenére szeretnem kell őt, vagy kell tudnom őt segíteni. Ha szomorú, akkor meg kell vigasztalnom. Ha kételkedik valamiben, akkor tanácsot kell neki, bölcs tanácsot kell neki adnom. És Szent Faustina nővér éppen azért hozza közelebb hozzánk az irgalmasságot, illetve aztán a festmény által, ami szintén ugye az Úr Jézusnak a megnyírt oldalát ábrázolja, melyből víz és vér, tehát egy fehér, illetve egy vörös sugárnyaláb árad ki. Azért adja ezt számunkra, hogy ezt tudatosítsuk. Mi minél jobban a hétköznapjainkban, hogy nekünk is lesznek küzdelmeink, amelyek lehet, hogy fájnak, de ez a fájdalom ez egyfajta megnyílást is jelent. Tehát például mondjuk az én lelki gondozói is megfogalmaztam, amikor a mentálhigiénét végeztem, hogy azáltal, hogy én is meg vagyok sebezve, tehát hogy nekem az életemben is voltak olyan életesemények, amelyek fájnak, amelyek úgymond számomra nem a kellemes kategóriába tartoznak, ezek engem nem elkeserítenek, ezek engem nem elnyomnak, vagy éppen lebénítanak, hanem a ezen sebekre tett orvosságok, vagy kötések, Nekem alkalmas lehetőségek arra, hogy szolidáris legyek azok irányába, akik szintén sebzettek. És gondolom, az átélt élmények segítenek neked abban, hogy majd ezt ezt tovább tud adni a megnyugtatást az ő részükre is. Igen, és mindenkinek vannak saját sebei. Tehát úgy gondolom, hogy tényleg ez nekem nagyon sokszor megmutatkozott, hogy a szolidaritásban az is segített, hogyha ha én már valamivel nagyon küzdöttem, nagyon hosszas út vezetett oda, hogy eljussam a megsebződésnek a fájdalmából, oda, hogy a másik irányába megnyíljak szeretettel. És ugyanez így Jézus számára is egy út volt, a keresztút, hogy ő is megnyitotta a szívét az egész emberiség irányába. Sőt, a kereszten tud azokért imádkozni, akik őt keresztre feszítik, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ez elvezet végül is oda, de úgy gondolom, hogy nem automatikus ez senki életében. Tehát ez nem feltétlenül működik magától, sőt az én életemben is nagyon komoly segítséget jelentettek spirituálisaim, vagy lelkivezetőim később akik vezettek azon az úton, amely közelebb visz Krisztushoz, vagy éppen a lelki gyógyuláshoz. És az sem lehet véletlen, hogy nem csak Bercelen, hanem a környező kis településeken is szolgálsz, többek között Galgag után, ahol pedig az Isten Irgalmasságnak szentelték a templomot. Valami különlegesebb megemlékezés lesz ennek ennek apropóján most vasárnap? Irgalmasság vasárnap, hogy a templomnak a búcsúja, és az elmúlt években az a gyakorlat alakult ki, hogy ez egyben az első áldozásnak az ünnepe is. <kül> Nyilván most az idei évben egyetlen első áldozónk lesz, de őt is ugyanolyan szeretettel és örömmel vesszük körül, mint hogyha éppen 30 gyerek tódult volna be a Galgagutai templomba. És idei évben egy kicsit az is sajátos, hogy a búza szentelési vasárnaphoz is kapcsolódik éppen ez a, Isten érgalmasság vasárnapja. és a mi ünneplésünk, ez nyilvánvalóan az Úr Jézusnak a szeretettel való körülvétele, a vele való találkozás, például a szent áldozásban is, illetve egyáltalán tanúságtétel az írgalomról, az írgalmasságról, hogy tudjuk szeretni egymást. Robi köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.